Munkadarabjaikat készítik a tanulók ebben a nyíregyházi műhelyben. A külső képzőhelyeken fizetésért mesteremberektől sajátíthatják el a szakmát. Erre minden szakképzésben tanuló diáknak lehetősége van. Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában 2800 élő tanulszerződés van. Ez körülbelül egy olyan 400-450 gyakorlati képzőhelyen történik a tanulóknak a képzése. A vállalkozói részéről azért éri ez meg, hiszen a költségek, amit a tanulóképzésre fordítanak, elszámolhatóak, illetve visszaírhatóak. A tanulók részéről pedig tanulszerződéses díjazásban részesülnek. Ennél a nyíregyházi cégnél 6 tanulószerződéses diák dolgozik. Képzésük gyakorlati részét itt biztosítják a tanulóknak. Most egy versenyen, valamint nyílt napon keresztül próbálták népszerűsíteni a géplakatos szakmát. Ipari tanulókkal kezdtünk foglalkozni másfél-két évvel ezelőtt. Aztán nagyon megörültünk ennek, mert hisz a mi szakembereink is főként ipari gépész, géplakatos szakmájúak, és kellene bővítenünk a létszámot. És éppen ezért örültünk neki, hogy sikerült a tanulókkal együtt dolgozunk, hiszen belőlük van rá lehetőségünk, illetve látunk is benne fantáziát. A megméretetésre összesen 8 diák jelentkezett, 2 nyíregyházi és egy kisvárdai intézményből. Készült itt gyertyatartó, dobókocka és használati tárgyak is. A győztes versenyző egy mézpergető eszközt készített. Onnan jött az ötlet, hogy otthon méhekkel foglalkozunk, és szoktunk pergetni, és így ezért csináltam egy pergetőt, mézpergetőt, makettet. A hiány szakma népszerűsítése mellett fontos feladat a fiatalok helyben tartása is, hogy jövőjüket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében képzeljék el. Erről Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke beszélt a díjátadón. Valóban nagyon fontos az, hogy a diákok számára legyenek olyan lehetőségek, ahol úgymond visszajelzéseket kapnak afelől, hogy az ő szakmaiságuk, az ő szakmai munkájuk az megfelelő, vagy esetleg egy magas szintet képvisel. És már ugye önkormányzatnak alapvető célja az, hogy azokat a kiművelt emberfőket, akik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tanulnak, mindenképpen tartsuk is itt. Az alelnök hozzátette, az önkormányzat a jövőben is támogat majd minden hasonló kezdeményezést.